nem vizsgálta az újbudai pedofilügy gyanúsítottjának letartóztatásához vezető eseményeket a DK-s vezetésű újbudai önkormányzat vizsgálóbizottsága. Ehelyett kizárólag arra voltak kíváncsiak, hogy 2018-ban milyen körülmények között került a férfi a szivárvány óvodába. Nem hallgatták meg a jelenlegi és a korábbi momentumos alpolgármestert sem. Az M1 riporterének több szülő is arról beszélt, az óvoda vezetése tudhatott arról, hogy gondok vannak a pedofil gyanúba keveredett férfival. László Imre DK-s polgármester nélkül ülésezett az újbudai önkormányzat kulturális és köznevelési bizottsága, ami az újbudai pedofilügy kivizsgálására alakult meg. A napirenden azonban nem a rendőrségi eljárást kiváltó botrány szerepelt, vagyis az, hogy a szivárvány óvoda pedagógiai asszisztense a gyanú szerint a mosdóban fajtalankodhatott az egyik gyerekkel. Ehelyett azt vizsgálták, hogy milyen körülmények között került 2018-ban a szivárvány óvodába a férfi, akit jelenleg is az igazságügyi megfigyelő és elmegyógyító intézetben tartanak fogva. Annak az időszaknak a vizsgálatot egy külön vizsgáló bizottság, a rendőrség is vizsgálja ezt az időszakot. A bizottság elnöke többször kifejezetten kérte, hogy a hozzászólások 2018-ra vonatkozzanak, amikor a gyanúsította a szivárvány óvodába került, mivel a szexuális kényszerítés gyanúját a rendőrség vizsgálja. Akkor felhívom a figyelmét, hogy a bizottság a 2018-as ügyet vizsgálja. Az ülésen szülők is megjelentek, az egyik édesapa csak úgy kapott szót, ha kizárólag a 2018-as időszakról beszél. Pedig szerinte a bűncselekmények az elmúlt időszakban történtek. Nyilván itt egy bűncselekményről van szó, egy bűntényről, és egy vélhetően foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetésről, ami itt jogilag felmerülhet. A szülők arról is beszéltek az M1-nek, hogy értesüléseik szerint az óvónők is tudtak a férfi gyanús viselkedéséről. Hallottuk, hogy volt olyan óvónő, aki szóvá tette a vezetőség felé, hogy olyan dolgok történtek, vagy olyanra lett figyelmes, ami számára már túllépi azt a határt, amit megtehetett volna ez a személy. A szülők csak remélni tudják, hogy gyermekeiket nem zaklatta a gyanúsított. Ezt a bizonytalanságot nagyon nehezen élik meg. Szülőként ugye az ember összeroppan első körben, és nem tudja, hogy akkor hogyan tovább, hogy kérdezze meg a gyerekét, mit csináljon, és elbizonytalanodik, hogy akkor tényleg történt-e valami, vagy nem történt. A bizottsági ülésre meghívták Király Nórát, aki 2014-től 2019-ig alpolgármester volt Újbudán. Értetlenségének adott hangot, hogy miért nem a konkrét esetet vizsgálják, és miért nem hallgatják meg Orosz Anna korábbi és Erhardt Attila jelenlegi momentumos alpolgármestert. Király Nóra arra is választ várt az ülésen, hogy mire kötött szerződést László Imre DK-s polgármester a gyanúsított cégével. J. Péternek egy 6 milliós szerződése van az önkormányzattal, amit egyébként közérdekű adatigénylésben képviselők kikértek, a mai napig nem kapták meg, nyilván ezzel is húzzák az időt, próbálják valahogy eltusolni, hogy ennek a szerződésnek a tartalma minél később kerüljön napvilágra, de nagyon kíváncsiak vagyunk benne, hogy 6 millió forintot mire fizetett ki az önkormányzat J. Péternek. Ennek véget vetünk, bárhogy is reklamálnak, kisöpörjük a rendszerbe benőtt pedofil hálózatot, kivesszük a hazánkat milliárdosok zsebeiből, még akkor is, ha ők elborzadva nézik, hogy korábbi jótevőjük erkölcsi leépülése hogyan történt meg. László Imre pártársa kedden a parlamentben úgy beszélt a gyermekvédelemről, hogy az újbudai pedofil ügyet nem említette. A belügyminisztérium parlamenti államtitkára azonban emlékeztette a szerződés tényére Varjú Lászlót. Rétvári Bence azt is mondta, a szülők panaszainak nem volt következménye a DK-s vezetésű kerületben, és csak akkor léptek, amikor a sajtóban megjelentek a pedofil botrányról szóló hírek. 6 millió forintos külön szerződést kötnek azzal a pedofil elkövetővel, aki az óvodákban mindenféle fényképeket csinál, nem is akarom nagyon idézni, hogy milyen fényképeket csinál önmagában is, meg egy kisgyerekkel is, a gyermekmosdóban. És ezek vannak a saját intim képei mellett a saját tárhelyén, és egy ilyen ember nem bukik ki önöknél, éveken keresztül csak helyezgetik ide-oda-moda. Az M1 a múlt héten levélben kérdezte László Imre polgármestert a szerződés részleteiről, de eddig nem kaptunk választ arra, hogy milyen feladatokkal bízták meg a gyanúsított cégét, és mekkora összeget fizetett ki neki a DK-s vezetésű önkormányzat.